Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 25 hasznos angol kifejezést szeretnék megmutatni neked, hogy ne légy elveszve a reptéren. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézd rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témámba, olyan angol kifejezéseket hoztam, amelyekkel nagyon-nagyon gyakran találkozhatsz a világ különböző reptereim. Ezt a videót az egyik nyugdíjas feliratkozóm, Mária, ihlette. Egy nyugdíjas hölgyről van szó, aki elmúlt 60 éves, és életében először szeretett volna repülni, és szerette volna meglátogatni az unokáját, aki Londonban él, és elmondta levelében, hogy ez az egész reptér a különböző kiírásokkal neki egy nagyon-nagyon ijesztő élmény volt. Na most, ha te gyakorlottabb utazó vagy, akkor lehet, hogy te ezt a fajta izgalmat vagy félelmet nem érzed, de nagyon sok olyan kifejezés van, amit szeretnék ebben a videóban egyszer és mindenkorra tisztába tenni. Természetesen az összes kifejezés, amit itt hallasz, lent megtalálható ennek a videónak a leírásában, és mindegyik kifejezéshez hoztam egy-egy nagyon rövid, egyszerű példamondatot is, hogy kontextusban lásd és halld ezeket a kifejezéseket. És akkor vágjunk is bele. Az első szó az airline, ami légitársaságot jelent. Tehát, hogyha bárhova, bármilyen légitársasággal, a Lufthansa-val vagy a Wizz Air-rel utazol, akkor a Lufthansa és a Wizz Air az egy airline, tehát egy légitársaság. A mondat pedig így hangzik: The cheapest airline that flies to London is Ryanair. A legolcsóbb légitársaság, ami Londonba repül, az a Ryanair. Következő kifejezés: arrivals. Arrivals. Ez tulajdonképpen így S betűvel a végén az érkezési váró, tehát hogyha valamilyen szeretted érkezik a repülőtérre, akkor te valószínűleg az érkezési váróba fogsz menni, hogy minél előbb találkozhass vele. A mondat pedig így hangzik: Gábor, I will meet you in the arrivals hall. Gábor, várlak téged az érkezési váróban. Következő szavunk a board. Board, ez egy ige, ami azt jelenti, hogy beszállás. Tehát amikor felszállsz vagy beszállsz a gépre, akkor használjuk ezt az igét. Vagy például nagyon gyakran hallhatod azt a hangos beszélni egy reptéren, hogy the plane will begin boarding in 10 minutes. The plane will begin boarding in 10 minutes. A beszállás a járatra 10 percen belül elkezdődik. Ehhez nagyon szorosan kapcsolódik a boarding pass, azaz a beszálló kártya kifejezés. Például: Sir, this is your boarding pass. You will be boarding at gate 22 at 6:35. Uram, itt a beszálló kártyája, a 22-es kapunál fog beszállni a gépre 6 óra 35 perctől. Következő szavunk szintén kapcsolódik ehhez: boarding time, azaz beszállási idő, amikor is elkezdődik a beszállás. The boarding time has been changed due to technical problems. A beszállási idő változott technikai nehézségek miatt. Következő szavunk: book a ticket, vagyis jegyet foglalni. Tehát, hogyha valahova egy jegyet szeretnél foglalni külföldön, mert úgy adódott, hogy tovább kell utaznod, akkor használhatod ezt az igét. Mondatban pedig: I would like to book a return ticket to Paris, please. Szeretnék egy jegyet foglalni Párizsba, kérem. Következő szavunk: business class. Ezt magyarra első osztálynak szokás fordítani. Például szintén hallhatod ezt a mondatot a hangos beszélőn: We would like to invite all our passengers flying in business class to start boarding. Szeretnénk meghívni minden utasunkat, akik első osztályon utaznak, hogy kezdjék meg a beszállást. A következő egy nagyon fontos szó: carry on luggage. Carry on luggage, ez pedig a kézipodgyász, amit felvihetsz a repülőgépre. Például, remélem, hogy veled még nem volt ilyen, sajnos velem már igen: I'm sorry, but your carry on is too heavy. Sorry, but your carry on is too heavy.
Sajnálom, a kézi podgyásza túlságosan nehéz. Következő szavunk a check-in, amit sajnos magyarra én se tudok jobb kifejezést használni, ezt becsekkolásnak szokták fordítani, de bejelentkezést jelent. Ugye amikor megérkezel a reptérre, jelzed a légitársaságnak, hogy ott vagy, megkapod a beszállókártyádat, és odaadod a kis hölgynek a bőröndödet. Például mondatban, check-in will soon start to roam. Check-in will soon start to Rome. Tehát a becsekkolás hamarosan kezdődik Rómába. Következő. A következő szó a baggage claim. Ez a podgyász kiadás. Tehát amikor megérkezel valamilyen országba, valamilyen célországba, leszállsz a gépről, akkor az első utad a podgyász kiadáshoz vezet, ahol is átveheted a bőröndödet. Általában ezt baggage claimnek hívják, de én már találkoztam olyan országokkal, ahol vagy a conveyor belt, vagy egyszerűen a carousel szót használták, mind a három ugyanezt jelenti. Mondatban pedig. All passengers arriving for Berlin can pick up their luggage from carousel number 8. Tehát minden Berlinből érkező utasunk átveheti csomagját a 8-as kiadónál. Következő szavunk a customs, vagyis a vám. Tehát vannak olyan országok, ahol egy vámvizsgálattal kezdődik az érkezés, és megkaphatod ezt a kérdést. Have you anything to declare at the customs? Van bármilyen elvámolni valója a vámnál? Természetesen igennel vagy nemmel tudsz erre felelni. Következő szavunk delay, vagyis a késés. Például mondatban, ladies and gentlemen, this is an announcement that flight AB123 has been delayed. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez egy bejelentés, hogy az AB123-as járat késni fog. Következő szavunk departures, vagyis indulás. Tehát amikor megérkezel a reptérre, hogy elutazz a nyaralásra, akkor ugye az indulási oldalra fogsz menni. Például, all passengers flying to Istanbul are kindly requested to go to the departures lounge. Minden utasunk, aki Isztambulba tart, szeretettel megkérjük, hogy menjen az utazás, az indulási váróba. Következő szavunk az economy class, ezt magyarul turista osztálynak fordítjuk, mondatban pedig I would like to book an economy class ticket to Rome next Friday. Szeretnék foglalni egy turista osztályú jegyet Rómába jövő péntekre. A következő szót ritkán mondják, inkább láthatod különböző matricákon, ez a szó pedig a fragile, ami azt jelenti, hogy törékeny. Ezzel hívhatod fel a podgyászkezelők figyelmét, hogy legyenek nagyon-nagyon óvatosak a te bőröndöddel, mert valami törékeny dolgot szállítasz benne. Mondatban pedig, be careful please, my luggage is fragile. Kérem, legyenek óvatosak, a csomagom törékeny. Következő szavunk a gate, vagyis a kapu. Could you tell me where flight AB123 to New York departs from, please? Yes, it leaves from gate A24. Meg tudnám mondani, hogy a New Yorkba tartó AB123-as járat honnan indul? Igen, az A24-es kaputól. Következő szavunk az identification, vagy röviden az ID, ez magyarul azonosítást jelent. Mondatban pedig, I would like to book a flight to New York for tomorrow. Certainly. Can I see your ID, please? Szeretnék foglalni egy jegyet New Yorkba holnapra. Természetesen. Tudnám magát azonosítani? Láthatnám az azonosító kártyáját? Következő szavunk a liquids, ami folyadékot jelent. Ugye a járatra egy bizonyos mennyiségű folyadéknál többet nem vihetsz fel. Are you traveling with any liquids? Yes, I have this deodorant. Van önnél bármilyen folyadék? Igen, ez a deodor. Következő 19-es kifejezés, long haul flight. Long haul flight, ez a hosszú távú repülőutat
jelöli, amikor is mondjuk egy másik kontinensre utazol. Mondatban pedig I really don't like long-haul flights. Igazán nem szeretem a hosszú távú repülőutakat. A következő kifejezést nagyon gyakran láthatod kijelző táblákon, ez pedig az on time kifejezés. Ez azt jelenti, hogy valami időben érkezik, vagy időben indul, azaz nincs semmiféle késés. Következő kifejezésünk a one-way ticket, azaz egyirányú jegy. Mondatban pedig, Hi, I would like to book a one-way ticket to Hong Kong. Üdv, szeretnék foglalni egy egyirányú jegyet Hongkongba, bocsánat. Ha vissza is akarsz jönni az adott országból vagy városból mondjuk Budapestre, akkor a return ticket, vagyis az oda-vissza jegy az, amit kérned kell. Következő két kifejezésünk, oversized baggage vagy overweight baggage. Ugye ez a túlméretes vagy túlsúlyos poggyász. Mondatokban pedig, I'm sorry, madam, but your bag is overweight. By how many kilos? 2. 1 minute, let me just take a few things out. Ez nagyon sokszor megtörténik. Sajnálom, hölgyem, az ön csomagja túlságosan nehéz. Hány kilóval? 2-vel? 1 perc, hadd vegyek ki belőle néhány dolgot. Következő kifejezésünk a visa, vagyis a vízum. Kifejezésben, azaz mondatokban pedig. Could you tell me if a person from Russia needs a visa to travel to Italy? How long are you going to stay? 3 weeks. No, you don't require a visa. Meg tudnám mondani, hogy Oroszországból szükséges-e vízum az Olaszországba való utazáshoz? Mennyi ideig szándékozik maradni? 3 hétig. Nem szükséges vízum. És a legutolsó kifejezés egy olyan hab a tortám. Ez nem egy hivatalos kifejezés, inkább csak egy játék. Ez pedig a bon voyage szó. Tehát bon voyage. Nem, ez nem angol szó, ez egy francia szó, de ugyanazt jelenti jó utat, és szintén elég sokszor lehet ezt hallani. Ugyanezt, ha angolul szeretnéd kívánni egy barátnak, vagy ismerősnek, vagy utitásnak, akkor azt mondod, hogy safe travels. Safe travels. Biztonságos utat. Nos, remélem, hogy tudtál profitálni ebből a videóból. Kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tanuljanak belőle. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!